az első címe az már megvan, álszanákról fogunk beszélni. A joga egy nagyon hatalmas tudomány, bizonyára tudjátok, hogy vannak benne álszanák, régző gyakorlatok, meditációs technikák, relaxációs módszerek, táplálkozás, filozófia, rengeteg-rengeteg vetülete van. És igazából, hogyha ténylegesen szeretnénk kiaknázni a jogának a kedvező életteni hatásait minden szinten, akkor az a legjobb, hogyha a joga minden elemét gyakoroljuk tehát nem csak az álszanákat. De én arra kaptam felkérést a jogatanszék vezetőjétől, hogy az álszanák élettani hatásairól beszéljek itt a konferencián, úgyhogy én ezekre a pózokra, testhelyzetekre fogok most kifejezetten fókuszálni. Jó? Valahogy velem mindig az álszanákon keresztül találkozhattok, pedig az álszanákon túl a joga egyéb részeit is nagyon-nagyon szeretem. Nem tudom, hova álljak, hogy ne takarjam ki a powerpointot. Bár inkább uh, igyekszek uh, én bőven beszélni, tehát a PowerPoint az csak egy segédeszköz lesz számatokra. Jó, uh, tehát mielőtt még belecsapnék a közepébe és beszélnék az életeni hatásokról, így elmondanám nektek azt, hogy uh, milyen szinteken elemezném ki a, az ászanákat. Is testi testi szintű hatásokról beszélnék nektek, energetikai szinti hatásokról, tudati hatásokról beszélnék nektek. Lelki hatásokra nem annyira fogok, majd kiderül, hogy miért. Mielőtt ezeket a szinteket bemutatom az álszanákon keresztül, a szintekről beszélnék, mert nem biztos, hogy teljesen egyformát gondolunk a testről, az energetikáról és a tudatról. Érdemes így az alapfogalmakat ezért letisztázni, hogy nehogy más gondoljatok, mint én. Most nem a tudatot befedő testekről, tudatszínetekről, színezetekről, vagyis kósákról fogok beszélni. Ez egy más megközelítés. Most inkább a durva fizikai test szintjéről indulok, hogy ott milyen szintek vannak. Jó? Az első ilyen szint, ez a durva fizikai test szintje. Ez a kézzel fogható anyagi testünk, ugye az ötőselem építi föl, föld, víz, tűz, levegő, éter. Természetesen ezen, ezen elemek kombinálódnak, és még-még sok-sok-sok elemet hoznak létre, amit a periódusos rendszerben is megtaláltak, azok tudnak megint kombinálódni, és akkor kialakulnak a sejtek, szövetek, szervrendszerek, maga a test, a szervezet. Ugye? Így közelíti meg a életen anatómia ezt a témát. Az ajurvéde picit másképp közelíti meg, bár ő is beszél szövetekről, tehát ott is van hét alapszövet, ami kialakul az elemekből, és aztán azon szövetek építik fel a testet, de azon túl még ő beszél testtípusokról is, a Válta, Pitta, Kappa, dósa alakítja ki az egyedi testalkatokat. Tehát igazából ő nagyon változatosan mutatja a testet, nem azt mondja, hogy van egy szervezet és ennyi, hanem van három alaptestípus, azok tudnak kombinálódni, egymással keveredni, azért azt jelenti, hogy van hat kever típus, és van egy tridós, ami mind a három megvan. Tehát igazából a tíz, mondhatni, testtípus létezik az ajurvédába, és a tíz típusnak másféleképpen javasolt jogázni. Ha marad időnk a előadáson, most elég nehéz nekem ezt így belőni, akkor erről is fogok beszélni, jó? Tehát az előadás legvégén, hogy a testtípusoknak megfelelő jogázásról lesz szó, hogy az egyes típusnak milyen álszanák milyen hangulatban jó végezni, milyen légzőgyakorlatokat csináljon. Tehát akkor a durafizikai teszt szintjén az álszanákat bemutatom egyrészt a mozgásszervenszer tükrében, hiszen... Az álszanák leginkább még mindig a testmozgáshoz tartoznak, tehát érdemes tudni, hogy ott hogyan hatnak. A másik terület a testen belül, az pedig a belső szervek, vagy a szervenszerek szintjén fogok beszélni róla, hogy hogyan hatnak az egyes típusú álszanák. Jó, tehát ez lesz akkor a test szintje. A következő az, az energetika szintje. Az energetikai testünket, vagyis a pránikus testünket a prána, maga az életerő, ugye, a nádik az energiapályák, a vájuk a főenergiák és a csakrák az energiaközpontok alkotják. És akkor ez az energetikai test, tehát az éterelem, tehát a prána építi föl, nagyon finom anyagi elem, és a finomságából adódik az, hogy képes átjárni mind az anyagi durva testet, és mind a tudatot, a finom testet. Tehát mind a kettőt áthatja, és a tudat test között kapcsolatot teremt. Oda szállítja az információt, ezért van az, hogy tudunk a testünkkel a tudatra hatni, és fordítva a tudattal a testre. Ugye ez a pszichoszomatikus jelenség. És akkor az energetikai test szolgáltatja az energiát mind a anyagi testemnek, mind a tudatomnak. Ha azért megfelelően áramlik, akkor megfelelően működik a test. A következő szint, az itt úgy írtam első körben, egy finom fizikai test, de ennek szinonim szavai az, hogy tudat, <coughs> mocsánat, ez tudat, psziché, mentális test. ezeket mondom, akkor mindig ugyanarról beszélek, jó? mert én szeretettel változtatom a szavakat, de ezeket mondom, akkor tudjátok, hogy erről a finom szintről beszélek. Jó? És akkor ezt három összetevő alkotja, az elme, intelligencia és a hamis ego. Mindegyiknek megvan a saját feladata, most ebben nem akarok belemenni bővebben, az egy másik előadás lenne, hogy a tudat, hogy működik. Most csak annyit szeretnék mondani így fő dolgokat, hogy a tudat az, ami érez, gondolkodik, emlékezik, döntést hoz, én képet alakít ki, és ezen keresztül kapcsolódunk másokhoz, és uh, vagyunk részese a világnak. Tehát akkor a tudatra kifejtett hatásokról is fog beszélni az álszenelemzésnél. És a következő egyébként az az igazi önvalunk, a lélek, ami ezen testeken túl létezik, vagy azon belül, és ez, ami igazából működteti a testet, működteti a tudatot, a tudatnak a forrása az önvaló, és ugye végül a jogának ez lenne a célja, hogy ezt az önvalót elérjük. Csak az álszánákkal nem lehet. Tehát, hogyha valakitől azt hallottad, hogy ha ászanázol, akkor önmegvalósítást elérhetsz, az nem teljes. Csak akkor, hogy csak meditálsz is, meg lelki gyakorlatokat végzel, akkor valósul meg ez. Úgyhogy most pont az lélek szintjéről csak talán utolni fogok, de azon hatások nem lesznek most bemutatva hanem akkor a testről beszélek, energetikáról és a tudatról. Jó? Ezek lesznek most az eladás során. Nem fér bele minden típusú álszán, a rengeteg típusú testhelyzet van a jogába biztos tudjátok. Össze-vissza csavarjuk magunkat, fejen állunk, idehajonunk, odahajonunk. Tehát sok-sok irány van. Most, amit én úgy gondoltam a legfontosabb területek, azokat emeltem ki az első irány, amiben tudnak mozdulni, vagy tud a törzs a test mozdulni álszanázás közben, az az előrehajlás. Ugye vannak ülő előrehajlások, itt látjátok a képen is, ugye vannak álló előrehajlások is. És akkor most ez lenne az első, amiről beszélnék nektek. Jó? Az első, hogy mozgás szintje hogyan hatnak az erőre hajló álszanák, ami talán a legkézzel fekhetőbb és legegyszerűbb megközelítés, hogy a test hátulsó felszínét megnyújtják. Amikor előre akár állásból, akár ülésből, az a jó, amikor azt érzed, hogy saroktól nyakszírcsontig csontig nyúlik a test hátulsó felszíne. Itt ugye megnyújtjuk egyrészt az izomrostokat, illetve megnyújtjuk a kötőszöveteket, a fasciákat. Most egyre több információt tudtok erről hallani nagyon népszerű lett. Rájöttek a kutatók arra, hogy az izom egy dolog, hogy az mozog, de sokszor nem is az izom tartja a testet, hanem az izmot körül fogó hártya. Ugye ezt a szakemberek úgy szokták magyarázni ezzel a példával, mint a narancs. Ugye van a narancsnak van egy héja. Ugyanígy, mikor van egy nagy izom terület, annak van egy hártyája. Aztán, ha benjünk mélyebbre, a narancsnak vannak gerezdjei. Minden gerezd között körül is van hártya. Ugyanígy, aztán mész tovább, akkor a kis narancs rostok körül is van hártya. És hogy a narancsot a hártya összetartja és ad neki egy alakot, egy formát, ugyanígy az izmokat is közre fogják ezek a hártyák. Tehát maga az izom test körül van, és az izom rostok körül is vannak ezek a hártyák, és tartják. És amikor a mozgásról van szó, akkor nem csak az izmokat kell jó állapotban tartani, hanem ezeket a kötőszöveteket is. Ez így követhető volt számotokra? És képzeljétek el, hogy a kötőszövetek jobban tudnak sérülni, mint az izmog. Letapadnak, beszűkülnek, és ezáltal a mozgástartomány csökken. És amikor te csinálsz egy szép, helyes, mély előrehajlást, akkor ezeket is nyújtod. És ezért teszel jót, mert akkor ezeket a letapadásokat, összenévéseket tudod oldani. Itt viszont nagyon meg kell jegyeznem azt, az előrehalásokra is igaz, meg minden álszánázásra igaz, hogy csak akkor működnek ezek a hatások, amikor én beszélek, hogyha visszafogottan, normál hangulattal, kedvesen, jóakaróan jogázol. Hogyha akaratosan, erőszakosan, belefeszülősen jogázol, akkor ezek nem történnek meg. Csak gondolj bele, mikor nyugodt a légzés, nyugodt a tudat, akkor az idegrendszerbe egy paraszimpatikus idegrendszeri túlsúlyt hoz, ami ugye ad, és amikor a tudatod a tested ilyen idegrendszeri túlsúlyba kerül, akkor tudnak az izmok lazulni, a követő szövetek oldulni, a belső szervek puhává válni. A belső szervek puhák, akkor például az előreállás közben nagyon jól meg tud őket masszírozni, hogy előre hajolsz, akkor összenyomod ezeket, és amikor puhák a szervek, akkor hagyják magukat, és akkor tényleg át tudod mozgatni őket. Ez olyan, mint amikor az izom, ha lefekszel a masször ágyára, és belelazulsz, egy relaxációs testhelyzetet fölveszed, tehát tényleg puhák az izmaid, a masször jobban meg tud masszírozni, lesz eredménye. De ha úgy fekszel a masszázs ágyra, be vagy feszülve, és veszed az izmokat, hát próbáljátok ki azt a masszást. <laughs> Nem, hogy jól fog esni, hanem még fájni is fog. És belülül bekékül, minden bajod lesz. Na ugyanígy, hogyha befeszül az idegrendszered, akkor befeszülnek az izmok, a kötőszövetek, a belső szervek, és úgy akarod masszírozni, nyújtani, mozgatni, akkor nem fog menni. Sőt, sérüléshez fog vezetni. Jó? Ezzel van az, hogy ilyen lágyan jogázunk, és úgy megyünk bele a pózba, mert akkor elérjük ezt a lágy hatást, és akkor minden tud masszírozódni, nyúlni, kilazulni. Jó? Tehát ez az attitűd, ez nagyon fontos. De ez az attitűd nem azt jelenti, hogy akkor Azokban nem tudok mozogni ebben a ruhában, és <laughs> mutogatnám már az álszanákat. Tehát az, hogy csak kényelmesen előrehajolok, és sok minden nem történik. Bár történik valami, mert a középhelyzethez képest elhajoltam, tehát valami nyúlik, masszírozódik. Tehát amikor azt mondom, hogy kényelmesen, akkor azt nem azt jelenti, hogy nem csinálsz semmit, csak elmozdítottad magad hanem az akciók erővonalak mentén nyújtózol, dolgozol. mit jelent ez például az előre mindig a fejtőtővel törekszel a hajlítás irányába, picit tónusba tartod a gátizmodat, enyhén behúzod a hasadat, és nyújtózkodsz a nyújtózkodsz fejeddel érzed, hogy a méhátizmok aktiválódnak. Tehát van izom munka, tehát törekszel arra, hogy ö, Teljesen jogász. direkt nem azt mondom, hogy milyen jogász, mert azt mondom, hogy milyen jogász, akkor rögtön elkezdesz belefeszülni, mert mire akarsz menni. Inkább jobb szó az, hogy a jogat Teljességére törekszel, hogy kiterjedj a pózban. hogy előrehajláson persze ez jelenti, azt is egy kicsit mélyülsz benne. Tehát van egyfajta munka benne, törekszel erre a teljességre, de nem úgy, hogy belefeszülsz és megerőszakolod a testedet. Jó, ez nagyon fontos. Úgy általánosságban, terápiás jogánál, meg aztán pláne fontos ezekre figyelni, hogy elérjük ténylegesen a hatásokat. Tehát akkor az előrehajlása izom szintjén így nyújt hátul, illetve akkor ezeket a kötőszöveteket is oldja, és ezeket fontos oldani. Óriási vita így a jogások között, vagy gyógytornászok között mostanában, hogy csináljunk-e előrehajlást, vagy sem. Mert az ülő életmód miatt állandóan így vagyunk, ugye? Vagy hogyha nem is ülsz, akkor is úgy vagy, hogy így, tehát hanyagul. Főleg, ha még laptoppal dolgozol. Na, laptopban dolgozol, stb. stb. Akkor is állandóan ez az előrehajló tartáson, tehát be van állva hát, illetve rossz irányba billen a merence, mindig magad alá van billenve, ez olyan, mintha állandóan előrehajlást csinálnál. Akkor most erőltessük az előrehajló pózokat? A jogám, vagy sem? És akkor első rögtön azt, hogy ó, ne erőltessük, mert az csak bajt fog csinálni. Hát erőltetni semmiképp nem erőltetjük, de csináljuk. Csináljuk, mert pont azért, mert így vagy egész nap olyan szépen berövidülnek, letapadnak ezek a lágy részek itt hátul, hogy azt ki kell oldani. És pont legjobban, a többek között, ez előrehajlással tudod. Tehát a jól kivézetelezett előrehajlás, az fontos a jogáma. És mivel állandóan így élünk, és túl van terhelve a derekünk, akkor emiatt csinálhatjuk azt, hogyha ilyen állapot, vagy behalítjuk a térdet, és úgy hajolunk előre, nagyon előre billenő merencével, emeljük az ülőcsontot, és tartjuk az izmokat megfelelő tónusban, és hogyha így az izmok tónusosak, billen a merence, be van halítva a térd, és nem arra törekszel, hogy nagyon mélyre hajolj, hanem arra, hogy a gerincet hosszú irányban nyújtsd az előrehalás közben, akkor az megfelelő. És akkor nyúlnak az izmok, masszírozódnak a belső szervek, és kifejti a gyakorlata hatásán. Jó? Tehát akkor ez így fontos még egy izgalmas dolog történik, hogy amikor előre hajolsz, azért is fontos csinálni, mert egy dolog, az izmokat nyújtjuk. De tudjátok, a gerinc, ahogy vannak a csigolyák, ott vannak nyúlványok, harán nyúlványok, tavis nyúlványok, ezeken, vagyis a nyúlványok között kilépnek az idegek. Tudjátok, van a gerincvelő, ez az megy a gerinc oszlopban, és akkor kilépnek az ideggyökök, amik aztán Szétváll... Hogy mondják? szétágaznak, így van, és egyéb idegekre is, még kisebb idegekre ágaznak szét, és akkor behálózák az egész testet. De amikor én így előre hajolok, akkor a csigolya testek középső hátulsó része eltávolodik egymástól. Ezt el tudjátok képzelni? Tehát, mint a kezem itt van a csigolya, előre akkor ott kicsit nagyobb lesz a tér, távolodik. Ez nagyon-nagyon jó, Hát a erre van, akkor pont ez nem jó. Akkor óvatosan az előrehajlással, vagy amit elmondtam, halított térdel csinálod. De egyébként meg nagyon jó ez az eltávolítás, mert a távolodnak ezek a tövis nyúlványok, meg mindenféle képlet, ami ott van még, a kilépő idegek föllélegeznek. Mert általában a hanyagtartás miatt van egy szegment instabilitás is, a csigaják közelebb kerülnek egymáshoz, és mindent elnyomnak. De amikor te egy hajolsz, és még nyújtózkodsz is közben, akkor eltávolodnak ezek a kilépő idegek, vagyis nem, a ládrészek távolodnak el, és a kirépű idegek fölélegeznek, a leszorítás alól fölszabadulnak. Ezt így el tudjátok képzelni? És ez nekik nagyon-nagyon jó. <laughs> Újra áramlik benne a vér, az energia, és hogyha ez áramlik, akkor az ingerület is jobban tud benne áramolni, elviszik az információt oda, ahova kell. És azért, mert ez megtörténik, azért lehet nagy általánosságban elmondani hogy az előrehajló álszanák, azok paraszimpatikus idegrendszeri túlsüt hoznak, tehát nyugtatnak, csendesítenek, segítik a befelé figyelést. Most előre ugrottam, mert ez már tudatra fejtett hatás, de az én fejembe egy minden mindennel összefügg, úgyhogy inkább így beszélek. Tehát akkor rögtön van egy ilyen idegrendszeri nyugtató hatása is az előrehajlásnak. És azon túl, hogy az idegrendszer lenyugszik és jobban tudsz befelé figyelni, fizikálisan is jobban tudsz befelé figyelni, bár banális a dolog, de mégis, hát merre van a fejem? Magam felé. És ez a tudatnak ad egy ilyen, még egy ilyen szedáltságot, hogy akkor ne a külvilággal foglalkoz, hanem magaddal. Tehát így ezért nagyon jók még az előrehajlások, mert ilyen hatás kifejt. Nincs fölírva, mert elfelejtettem fölírni, de például a vérnyomást is csökkentik az előrehajlások, hogyha ebbe a kedves hangulatban hosszú ideig kitartod. Mert amikor előrehajolsz, nem csak az izmok nyújtóznak, nem csak az idegek lélegeznek föl, hanem az erek is megnyúlnak. Most gondold el, hogy az erek fala mindig így be van keményvedve, mindig ilyen kompresszió alatt van, mert stresszes vagy, feszült vagy, kemények az izmai, rosszul tartod magad, és amikor te előrehajolsz, az ereket is lehet nyújtani. Akkor azok így megnyújtóznak. Ahogy megnyújtóznak, először még stresszként élik meg. Azért van az, hogy néha érzed, hogy úgy pumpál a fejed, vagy lüktet, vagy valami nyomáson a mellkasban, olyan furcsa, mert nem érti a test, mit akarsz. De ha ez a jó hangulatban tartott tovább az elszanát, akkor így zerek falak kilazulnak, könnyűvé puhává válnak, a vérnek van tere, a vérnyomás csökken. De nem kell megijedni, alacsony vérnyomás esetén is lehet csinálni, tehát azt már nem viszi eljem, Tehát van egy ilyen vérnyomás csökkentő hatása is az előrehajlásoknak. Szalad az idő, úgyhogy haladok tovább, mert még csak az előrajlásnál vagyunk. Úgyhogy ráugrok a belső szervekre. Hát sok minden le van írva. Azért jó, és azért van az minden leírva, mert egy ilyen belső szervi masszázs jön létre. Hogy elképzelj engem el 3D-be belülről, hogy akkor itt van a gyomrom, vékonybél, vastagbél, ott van egy hasnyálmirigy, máj, lép, itt vannak vesék. És amikor én előre hajolok, akkor ezeket összenyomom. Ez megint egy stressz helyzet a belső szerveknek, tehát ha úgy maradnék egész napra, az rossz lenne neki. De az, hogyha egy rövid ideig előre hajolok és összenyomom, az még úgy jó, mert utána ki fogok egyenesedni. Sőt, aztán majd hátra hajolok, sőt, oldalra hajolok és csavarok, hiszen a jogában ilyen irányok vannak. Tehát gyakorlatilag a belső szerveket én átmasszírozom. Voltatok az általános iskolában hetesek? Ezt nálunk így hívták, nem tudom máshol, hogy De tudjátok, az, amikor ott vagy az óra előtt, és akkor rendbe rakod a táblát, megjelentez. És akkor nálunk mindig tipikusan, iszonyú koszos volt a szivacs. Emlékeztek arra a poros, krétaporos, meg egyéb poros szivacsra. Mit csináltál vele, hogy a szivacs tiszta legyen? Kimostad, de ott a víz mosod, de mit csináltál még közbe? Csak oda tetted a csapalá? nyomkoráztad, ugye? Tehát víz alá teszed, tehát ez az áramlás, ezért van az, hogy jó, ha mozogsz, mert akkor a testnedveket áramoltatod, az a testben a víz, idézőjelme. És azt, hogy nyomkorászod a szivacsot, akkor ugye átmozgatod, és kijön belőle a krétapor, mag az egyéb kóz, és akkor felfrissül a szivacs. Ugyanezt csinálod a beleid, a gyomroddal, a máján, a lépeddel, stb. Hogy összenyomod, kihúzod, majd csavarod, mint a szivacsot, és kijön belőle minden piszok. És ez kell. És gondold el, hogyha nem mozogsz, egész nap így élsz, hogy ülsz. Ez egy dolog az izónak rossz, de hogy a belső szerveknek is folyamatosan ilyen finom kompresszió alatt vannak a belső szervek, mintha szivacsot mindig csak összenyomnád, használnád, kicsit nyomnád, használnád, nyomod, használ. Mi lesz vele? Nagyon durván fog kinézni. <laughs> Ez történik a belső szerveinkkel. Mert eszel, meg mindenféle méreganyagot beviszel, és akkor vannak ezek a emésztési méregtelenítő folyamatok, de minden ott marad. És akkor jön a betegség. Viszont ha mozgatod, átmosod, kimosod magad, akkor ez ez, 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 nem történik meg. Ez úgy követhető számatokra? Így. És mindent ezért történik. <laughs> Jó? Mert hogyha, a beleket jól átmozgatod, akkor emésztés javul, vagy ha gyomrod szintén, székrekedés megelőzhető. Ha hasnyálmiridet mozgatod, aktiválod, az inzulin termelős, termelés fokozódik. De annyira, hogy tényleg nekünk szerencsénk van, ugye mi a Baktivirent a Hittudományi Főiskolán oktatunk, és ott három éves a képzés, tehát három évig tudjuk kísérni a diákokat. Sőt, ha bukik, meg ez az amaz, akkor négy-öt évig is. <laughs> Egyébként nem nagyon szoktak megbukni inkább azzal, hogy elcsúsznak a tantágyakkal, vagy a szakdolgozat miatt csúsznak el. A lényeg a lényeg, hogy 3-4-5 évig tudjuk kísérni, illetve én tanfolyamokat is tartok, kezdő középuladó haladó, az meg egy évig tart, ha végigcsinálja, és a nem pont egymás után, akkor lehet, hogy másfél két év. A lényeg az, hogy telik el idő, tudjuk figyelni őket. És több eset volt, képzeljétek el azt, hogy cukorbetegek már inzulint szedtek, nem múlt el a betegség, de az inzulin adagját tudták nagymértékben csökkenteni. Ezt értitek? Ez fantasztikus. Vagy a magas vérnyomás. Volt egy diákom, mindig fájt a feje. És ott majdnem egyértelmű volt, hogy a magas vérnyomás miatt, mert ugye ezt diagnosztizálták nála. De amúgy meg nem tudtuk, hogy akkor most miért magas a vérnyomás, miért fáj a fej, mert ugye ezt szinte sose lehet tudni. És mondtam neki, hogy figyelj, mindegy, hogy miért van, csináld ezeket. Csináld az előrehajlásokat, tarts ki, milyen lélegez, csináld a csavarásokat, ajánlottam neki még más pózokat, meg a légzés nagyon fontos volt, teljes jóga légzés, vagy méhasi légzés volt, reggel délben este 5, -5 perc. Képzeljétek el, kettő hét alatt elmúlt a magas vérnyomása. Kettő hét alatt. Aztán persze utána tovább jogázott, is, nem jött vissza a betegség. Mert valószínűleg visszajött volna, ha abba hagyja, de ő szerencsére nem hagyta abba. Tehát, hogy, hogy ilyen idézőjebb bizonyítékok vannak, mert ezek elég képlékenyek, amiket én mondok, mert ezek ugye leírják vagy a jogírások, vagy a szakirodalmak, és a legtöbb még nyugati kutatással nincs alátámasztva. Tehát mondjuk a fele vagy egy része be van bizonyítva, hogy működik, a másik fele meg nincs számokkal. De én azért merek ilyen nyugodt lenni, mert be van. Mert az ember csinálja, magántapasztalja, vagy tanárként a diákokon tapasztalod. Szóval a hatás, az mindig ott van egy-egy a kérdés, hogy mikor jön a hatás, meg milyen mélyen. Az mindig egyéni, de, de jön. Jó? Tehát ez a belső szerű masszázs, ez nagyon jó. És azért is jó, mert ugye mi az, ami tud magától mozogni? Csak a belek és a gyomor. Annak van perisztartikája, ugye? de sokszor szegény ez is elfárad, úgyhogy jó mozgatni. De a májnak, a lépnek, a vesének, meg az összes többi hasnyálmirinnek, belső szerveknek nincs saját izomzata. Most ezt végig tudjátok gondolni? Ha nincs saját izomzata, ő magától nem tud mozogni. Mint a szivacs, magától nem tud mozogni. Tehát muszáj külső hatást behozni. Tehát te magadat mozgatni mint a szívecsen a kezed a külső hatás. És akkor az előrehajlás nagyon szuper, de nem csak az előrehajlás, egyébként ugyanilyen elv érvényesül a hátrahajlásnál, csak ott nem összenyomod a belső szerveket, hanem kihúzod. Az oldalra döntésnél egyik oldalon nyomod a belső szerveket, másik oldalon kihúzod, a csavarásnál megint így van. Tehát igazából ezek az irányok mind-mind segítik a belső szervek működését. Akkor, ha nem agresszívan csinálod. Ha már rögtön, ha elkezdesz ilyen maximalista lenni, erőszakos lenni, akkor pont nem, hogy paraszimpatikus, hanem vegetatív idegrendszeri jön létre. Befeszül a test, stressz helyzetnek éli meg, és akkor úgy kezd el dolgozni. Ez testezésnek jó, de annyi. Jó? Tehát ezért szokjunk le erről. De túl kényelmes jogázás se, jó? Mert ha meg túl kényelmesek, sem, sem nem történik. Tehát határig mész el, fájdalom köszöbíg, aktiválod az izmokat megfelelő módon, engeded bele millión a testedet, a tudatodat, és akkor úgy kifejti a hatását. Jó? Csak ezt beleraktam, ezt ne zavartál kezemet. És akkor energetikailag a gyökér és nemi csakrát harmonizálják a, a, a az előrehalások. Persze ez csak nagyon átlagolva van, mert minden előrehalásnak megvan a saját egyedi hatása, ami módosulhat a kéz, a fej, a láptartás miatt már másképp is aktiválhat csakrákat. De úgy nagy általánosságban, ha megfigyelitek az előrehalásokat, ezt a két fő csakrát fogja harmonizálni. Miért jó ezt tudni? Mert ha ilyen típusú problémád van neked, vagy akit akarsz, akire akarsz hatni diák, akkor tudod, hogy ezek segítenek. Ugye a csakra az a magabiztosság, a, a, a a ősbizalom, a kitartás, az akarat, tartozik hozzá Nem nemi csakra, az a nemiségnek a megélése, az érzelmeknek a megélése, kapcsolódás a másik nemmel, önmagunk identitása, stb. stb. Ha ilyen problémáid vannak, akkor ezeket az álszanákat gyakorolva ezeket tudod javítani, oldani. Vagy ha ilyen belsőszerű problémáid vannak, ami ezen csakrákhoz tartoznak, vastagbél probléma, nőgyógyászati probléma, prostata probléma, vastagbél probléma, akkor az előrehalásokat előre gyakorlod, akkor azért, mert ugye egyrészt masszázsod a belső szerveket jó hatást fejtesz ki, de akkor tud, hogy nem csak a masszázs érvényesül, hanem az energetika is érvényesül. Illetve a szamána és az apána vájút aktiválja. A szamána vájú az az energia, ami az emésztését felelős, az apána vájú meg a kiválasztásért, méregtelenítésért felelős. És ezeket is aktiválod, akkor megint ezen szervek, ezen területek javulnak. Tehát ha tudod, hogy itt vannak problémák, terápiásan akkor ezeket tudod használni. Tudatra azt elmondtam, a nyugtat, befelé figyelés segít, stesszoldó, relaxációt ad a testnek. Ennél javalatokat majd olvassátok el. Ha most nem sikerült, majd valahol máshol. Most szalad az idő, azért ugrottam egy korán. Akkor ezek voltak az előrehajlások. Jó, a hátrahajlások, ugye az pont fordítva van, de a hátrahajlásoknál megint vannak fekvők, Hát pont állót nem tettem be, mert nem el a kép. De van álló is, meg tértámaszos is. Jó? Tehát ezek a hátrahajlások. Persze, hogyha terápiásan gondolkozunk, akkor kerüljük a nehéz homorításokat, Tehát ez azért már sok. Vagy egy kerékállás csak rászan, az már sok lesz terápiásan. Tehát ott inkább a finomabb homorításokat szoktuk alkalmazni akkor e, itt, hogyha a testet nézzük izomzatilag, akkor a test előső felszínét nyújtja. Emlékeztek? Az előrehajlás hátul nyújtott, ez előnyújtott. Tehát ezért javasoljuk azt, hogy egy jó órán mind a kettő legyen oda-vissza, és akkor mind a két oldalt megmozgatod. Ugye az előrehajló álszánál az a test előső felszínét nem erősítették. Tehát előrehajozhatóan nem lesz erősebb a hasad, meg a combod. Értjük meg a mellízmod. Azért van az, hogy csinálunk a jogán hasizomerősítő gyakorlatokat is, és kartámaszos gyakorlatokat is, hogy előre erősödjünk. Ez így követhető volt számatokra? Tehát, hogyha izomzatilag nézzük, akkor, akkor ezzel így kell dolgozni. Viszont a hátrahajló ászanáknál érvényesül az, hogy erősödnek a hátúsó izmaink. A mély hátizom, farizom, combizom. És ez azért fontos, mert akkor javul a tartás. Az előbb becsöteltem, hogy így élünk. <laughs> akkor hogy kell élni? Így. De hogy ez, innen ide jöjjön, nagyon jó olyanokat jogán, hogy homorítasz, homorítasz, homorítasz. Persze nem ész nélkül, mert akkor megfádul a derekad, meg a nyakad. Tehát megint a megfelelő kivitelezés az végtelenül fontos. De akkor tartásjavító hatása van, és az a legcsodálatosabb a jogában, nem tudsz mellé nyúlni, hogyha jól vezéned az ászanákat, és megfelelő hangulatba kivitelezed. Mert hogyha gyógytorna vagy anatómia szempontból elemzed az izmokat, akkor tudod, kétféle izom van, ami rövidülésre hajlamos, és ami gyengülésre hajlamos. Most a leépülés szempontjából van két típusú izom, egyébként mások is vannak. És amikor te álszanázol, például homorításokat csinálsz, pont azt csinálod, hogy ami berővidésre hajlamos, azt megnyújtod, ami gyengülésre hajlamos, azt erősíted. Tehát még gyógytornásznak se kell lenned, de ha csinálod a tradicionális alap gyógyítod a testet. Értitek? Szóval jó. Én már több körön is végelemeztem, a jó, amit csinálunk. Pont azért, hogy nehogy baj csináljunk. <laughs> Szegény jogásukkal hazánk jönnek. De nem csinálunk. Jó? Tehát itt tartásjavítás történik. Direkt odaírtunk, hogy szakember felügyete mellett kísérletezünk ilyenekkel, ha már porckronk is jelzt, gerincfejdülés, csikolyabb problémákat akarunk kezelni, mert ott, ha túlerőltetjük a puszt, vagy nem jó mélységet lövünk be, akkor problémát okozhatunk, de ha eltaláljuk, akkor meggyógyítunk. Amivel nem tudsz mellé nyúlni, azok a lapos homorítások, miközben nagyon nyújtózkodsz. Jó? ezeket biztonsággal lehet csinálni. Az erős mély homorításokat a rosszul megtartott izomzattal az nem biztos, hogy jó. Tehát akkor így hat izomzatilag. Belső szervekre pedig megint az van, hogy ez a belső masszázs ott van, tehát emésztés javító, anyagcsere serkentő. De ami még történik, ha megfigyeled, egy erős melkas nyitás. Kinyílik a melkas, de mi történik olyankor? tüdő is kitágul. Kitágul a tüdő, arra kényszeríted, mert nem tud mit csinálni, hogy lassabban, mélyebben lélegezzen. Ha lassabban, mélyebben lélegzik, javul a légzés. Ezért ilyen légző problémákra uh, is nagyon jó. aszma, bronchitis, ezekre jó. Persze, ha éppen egy akut gyulladásban van a tüdő, akkor azt nem csináljuk. <laughs> akkor nem csináljuk. Vagy egy aszmás éppen rohamosan van, akkor nem csinálja azt, hogy homorításban mennyire menjél, be is elmúlik. Olyankor nincs ilyen, de ha nincs tünet, nincs gyulladás akkor simán szabadon csinálhatják ezeket, és akkor gyógyítjuk ezeket a betegségeket. De még mi van ott a melkasban, a tüdő kívül? Szív. Ha a tüdő kitágul, a tüdő elkezd lassabban lélegezni, mi történik a szívvel? Mit csinál a szív? Az is lassul. De hogyha lassul, az most nekünk jó vagy rossz, hogy mi történik a lassulással? Ha lassul, az jó mélyebben fog verni. Ha mélyebben ver, több vért pumpál. Ugye? Több vért pumpál, javul a keringés. Ezt rögtön érezheted is, hogy kimelegszik a melkasod a homorításoknál, ha jól csinálod. Teret érzel, bizsergést érzed. Az azért van, mert tüdőre és hatunk. Illetve, illetve megint előre szarok, a szívcsakrát is harmonizálják, mert köldök szívtorokcsakrát harmonizálják le, inkább ezek a pózok. Tehát az energia is buff, beindul. Ráadásul rengeteg blokk szokott itt lenni, Egyrészt, mert nem jól éljük szociálisan az életünket és érzelmileg amiatt. Másrészt, mert így vagyunk. <laughs> Tehát ha így élsz, ülsz állandóan, hát persze, hogy minden beszűkül, és akkor az energetika is, és az érzelmek is bezárulnak. hogy csinálod a homorítást, akkor ez mindig megnyílik, kioldódik. Tehát imádjuk a homorításokat. Én általában több homorítást csinálok jogorán, mint előrehajlást. Pont emiatt, mert így élünk. De ezt most nem muszáj követnetek, ezt csak úgy általánoságban megjegyeztem. Na, mit mondjak még el nektek? Csak mert megy az idő. Remélem, közben olvassátok, mert lehet, hogy egy-két dolog kimarad. Igen, és azért, mert ugye ott van az a belső masszázs, akkor ugye nem csak a belekre, gyomorra hatunk, hanem akkor a petefészekre, méhre, vagy fiúknál ugye a prostatára, és az ilyen típusú betegségeket is lehet kezelni. Bármikor akkor gyulladásban vannak ezek a szervek, akkor nem erőltetjük ezeket, a gyulladást le kell szedni gyógynövényekkel, diétával, egyéb módszerekkel, és csak azután lehet álszanázni, ez nagyon fontos. Jó? És hogy a Palszmér egy működését szabályozunk, akkor nagyon sok mindent szabályozunk. Ugye az anyagcserét, a sejtermelést, a közérzetet, rengeteg mindent elkezdünk kiavítani. Tehát, hogyha van ilyen hormonrendszeri, meg mentális problémával küzdködő ember, annak is nagyon jó ezt gyakorolni. A szamána és a... Ja igen, mert azt mondtam, hogy a köldök szívtorok csak A és a verna vájú az, ami a köldök felé megy, és a köldöktől jön el fő energiák. Ezek az emésztést és a mozgást és az energia áramlás szabályozzák. Ezért van az, hogy emésztés, javító és élénkítő hatása van, hogyha az energetikát nézzük akkor is. Tehát akár a durva szintről közelítjük meg szív szintjén és vérkeringés szintjén, akár az energetikáról mindenképp egy ilyen élénkítő hatással lesz. Például nagyon jó a homorítások az ilyen depresszió előzésére. Pánikbetegekkel óvatosan, pánikbetegnek a a mély humanitás nem fog jól esni. Ott nem ezzel kezdesz. Jó? És akkor megint az ellenjavallatokat majd uh, elolvastad, vagy majd uh, közzétesszük a PowerPoint-ot, és el tudod olvasni. Következő téma az oldalrahajlások. Itt megint vannak álló oldalrahajlások, fekvő, ülő oldalrahajlások, tehát többféle álszana van. Itt akkor ugye, amikor oldalra hajolsz, amikor a test oldalát nyújtod egyik oldalon, a másik oldalon masszírozod, bármi, amit letapadt, odakötött, azt ki tudod oldani, ezért nagyon jó tartásjavító. Illetve az az érdekesség az oldalra hajlásnál, lehet, hogy oldalt nyújt és masszíroz, de elől hátul mit csinál velünk vajon? Mit csinál a hátizmokkal, mit csinál a hasizmokkal az oldalra hajlás? Erős. Ja? Tehát nem brutál erősen, de erősíti. Mert ugye egy csónakpúz jobban erősíti a hasat, vagy egy salabászana jobban erősíti a hátat, mint egy oldalrahajlás. De az oldalrahajlás is erősíti, mert azért, hogy meg tud magad egységben tartani, és a gravitáció ellen dolgoz, kell dolgoztatni ezeket az izmokat. Viszont azért nagyon jók, mert nem terhelett túl ezeket az izmokat, tehát pont gerinc problémák esetén nagyon jól alkalmazhatóak az oldalrahajlások, mert nem terhelik túl se az izmot, se a csigolyákat, se porcokat tehát gerincferdülésre, hanyagtartásra, elcsúszásra, vagy akár szakemberről, hozzáért ember felügyetem mellett sérve, és nagyon jól tudnak hatni az oldalra hajlások. Ugye megfeszíted a törzs elős izmait, hasat, melkast, megfeszíted magad hátul, méhátizmokat, farizmot, ezek az izmok mint egy satuként közre fogják a gerinceret, aradat, merencéret, és akkor tartanak téged az oldalra hajlásba egy síkba. Jó? Éppen ezzel az oldalrahalásnál fontos, hogy oldalra hajolj, ne pedig így előre. Ez tipikus hiba, hogy ezt szokták a gyakorlók csinálni. De akkor az már más. Az már nem jó a meg se egyébként. Szóval ezért kerüljük ezt. Így. Az Ez előrehajlásnál, hátrahajlásnál, oldalrahajlásnál is lehetett volna írni, hogy a hasi zsírbárnák oldja. Ezeket csak azért szeretem beírni, mert a motiválja a jogásokat. <laughs> Tehát, amikor ma ott vagyok jogórán, és mindenki halál fáradt, és senkinek semmi kedve nincs már megmozdulni, <laughs> Na akkor beszoktam lőni ezeket, hogy és a zsírpánát csökkenti, és a, a, a leviszi a mi ez narancsbört, és ilyeneket elkezdek mondogatni, és rögtön lelkesek lesznek, és folytatják az álszadázást. Tehát ilyen szempontból is jó ha oktatóként tudod a mert bevetheted ezeket lelkesítésnek. De tényleg, mert ugye összenyomot kihúzod, összenyomot kihúzott, tehát van egy masszázsot, illetve a vérbőség, energiabőség is megjelenik ott, ezért az leviszi. Nem az, hogyha egyszer egy héten csinálod. Attól nem fog eltűnni az úszógumi. Hogy mondta a barátom? Pránagömb. Szóval az, a pránagömb eltűnjön, kicsit többet kell mozogni, mint csak egyszer oldalra hajolsz. És ami nagyon jó az oldalhalásoknál, amire nagyon hat, az a vese, mert az van itt oldalt, a lépés, a máj, ugye? Ezek vannak oldalt, ezeket nagyon nyomja, húzza, ezért nagyon jó vérképzésre, méregtelenítésre, kiválasztásra, kiváló. És ami elmér én nem szeretem, stresszoldó. Mondjuk ez már nem tudom, hogy testre hat vagy mentálisan a stresszoldó, de, de az is ott van körlök szív torok harmonizálja. Megint, hogyha fejet végtaggat, másképp mozgatjuk, mást is harmonizálhat, de leginkább ezeket. Az ide kapcsolódó érzelmeket tudja oldani, mentális dolgokat tudja kezelni, vagy a testi dolgokat. Igen, stresszoldó. Ja, várjatok, most rossz irányba mentem, nem? De most én hova megyek? Mert stresszelek az idő miatt, ezért van ez. Itt vagyunk, ugye? Tehát köldök is azért megzavarodtam, miért volt annyi csakra. Köldök is torokcsakrát harmonizálja, udán és a prána aktiválja. Az udán és a prána az, amely köldök is fej között van, és a le fölfelé áramlást segíti. Tehát beindulnak ezek az energiák, ez a tudatra nagyon jó hatással van, a beszédre, a mozgásra, az emésztésre, ezek mind-mind följavulnak. Jó? Akkor az ellenjavallatokat megint majd elolvasjuk. Másik nyilat kell nyomni, becsapósan vannak a nyilak. ugye a gerincsavarás. Gerincsavaró álszanák, megint vannak ülők, állók, fekvők, fordított testhelyzetű csavarások. Itt megint, ami nagyon-nagyon érvényesül, ez a gerinc hátmozgatás. Ugye egyik oldalon nyújtod az izmokat, másik oldalon erősíted, egész mély izmokat is el tudsz élni. Ezért megint gerincferülésre, hanyagtartásra, elcsúszásra, szegment nagyon jó. Persze kell tudnod, hogy a betegség milyen mértékű és milyen mértékű csavarást eszközölhetsz. De akkor, hogyha csak mozgáshatárig visszed el szépen Szabályosan megtart a puls, nem nagyon tudsz uh, nagy bajt okozni. Tehát ez így uh, mindenképp fog segíteni nekünk. A belső szerveknél megint az történik, hogy masszírozunk a belső szerveket, ezért van az a sok jó hatás. és uh, ezek, amik az alhas merence táják, is energetizálják és megmozgatják, azok mind nagyon jók nőgyógyászati problémákra. És ugye sajnos egyre gyakoribb, hogy a nőknek ez a menszesz össze-vissza van, nincsen, vagy túl sok, ezeket, ezekkel az ászanákkal nagyon jól lehet szabályozni. És a pajzsmirig, mellék pajzsmirigy működését is tudjuk szabályozni, tehát hormon problémákat is tudunk oh, gyógyítani ezekkel. Persze itt nem máról holnapra, tehát itt minden olyan, hogy lassan hat, tehát ez nagyon fontos. Az előbb kiemeltem uh, csakrákat és vájukat, hogy miket aktiválnak. A gerincsavarásokról azt kell tudni, hogy mindenre hatnak. Tehát nem annyira a csakrákra hatnak, mint sem a nádikra. Tehát az ide a pingal, a, a nádiba serkentik az energiáramlást, ezért megtörténik ez az energiatöblet, és minden csakra harmonizálódik, illetve minden vájút aktiváljuk, tehát minden energia megfelelően fog áramolni. Csavarásokat általában gyakorlat sorok vagy az ászon a blokkok végére szoktuk tenni, hogy az aktivált csakrák energiáját tovább vezessék, és akkor eljusson az energia mindenhova, ahova kell. Jó? Ami nagyon-nagyon jó, hogy tehát stresszoldó, nyugtató hatása van, de nem úgy, hogy elcsendesít altat, hanem közben élénk lesz, elfriss lesz, és ilyen koncentrált lesz a tudat. Ezért is nagyon szeretjük ezeket csinálni. És akkor a fordított testhelyzetű álszanák következnek. A fordított testhelyzetű álszanák sokszor annak, mint a tádászon, hogy a tádászon ez egy állópóz, meg van ez, amikor így megállok egyenesen, csak fordítva vagyok. Na hát van a fejenállás, csak ott fejen állok. Van a gyertya, csak ott váltámaszon állok. Van a pincsomói rászon, az alkaron támaszkodok. Van a kézenállás, a tenyeremen. De fordítva vagyok minden izmot kell dolgoztatnod. Már valamelyik izmot nem dolgoztatod, ki fogsz billenni a pózból. Tehát minden izom finoman dolgoztatva van. És az a legjobb, hogy az ideál felé dolgoztatod, ezért javítod a testtartást. Próbálod az izmokat, meg a porcokat centralizálni, a közép helyzet felé húzni, és ezért van ez a tartásjavító hatása. És a legtöbb ugye egyensúly gyakorlat is, ezért a mozgás koordináció idegrendszer is közben folyamatosan fejlődik. Egyébként minden egyensúly gyakorlat nagyon jól fejleszt az idegrendszert, csak az a trükk, hogyha idegrendszeri problémával jön valaki hozzá, hogy nem nehéz egyensúlyakkal kezd, hanem nagyon könnyűekkel, és aztán fokozd, mert pont, hogy neki nem fog menni ez a dolog. Itt van egy olyan, ami nagyon érdekes, hogy megelőzi a magas vérnyomást. Magas vérnyomás esetén szoktunk fordított testhelyzeteket csinálni? Igen, mindenhol ezt olvasatok, hogy ellenjavallat. Itt meg azt írom, hogy direkt írtam ilyen diplomatikus, hogy megelőzi. Képzeljétek el, a fordított testezetek csökkentik a vérnyomást. Először borzasztóan megemelik, tehát amikor fölveszed, van pár pillanat, fél perc, egy perc, kettő, amíg megnövelik a vérnyomás, növekszik a vér, áram a fejben, nyakban, ezért nem javasolt magas vérnyomást. De képzeld el, kiválsz 3-4-5 percet, lehet, hogy nem is kell annyi, 2-3 percet, akkor a test fölismeri a helyzetet, hogy több a vér a fejbe, nagy a vérnyomás, elkezdi csökkenteni. Van ez a nyaki ütőjére, ahova oda szoktatok nyúlni, nyúljatok oda, itt lehet ugye a púzust mérni. Ott vannak ilyen érző receptorok, amik folyamatosan szkennelik, hogy milyen vérnyomás a nyakban, fejben, levehetitek közben. És amikor te fejen állsz, vagy gyertyát csinálsz, ez nagyon megfeszül, nyomódik, és akkor érzik ezek a receptorok, hogy hopp, baj van, vízreakció beindul, és az egész testben elkezdi csökkenteni a vérnyomást. Tehát a fordított a valójában vérnyomás csökkentő hatással bírnak. Csak egy bizonyos perc után akkor most magas vérnyomással gyakoroljunk a -e fordított testvezetet, vagy se. Ha kezelt gyógyszerrel, és nincs semmi baj tünet, akkor csinálhatja. Ha nem, akkor nem. Illetve megint csak finom, óvatos fordított testhezekkel. Kezdjünk felfordított testhezetekkel, csak a lábat tegyük föl, szokassuk az ember ehhez, és aztán jöhetnek a teljes fordított testhezetek. Ami még megtörténik, hogy a gravitáció másképp hat ránk. Gondoljál, hogy egész nap így vagy, állsz vagy ülsz. A vért, a belső szervédet a gravitáció húzza lefelé. Panga nyirok a vér lent, összenyomódnak a merence alsó szervei. De mikor te megfordulsz, kárra nem tudom megcsinálni a ebben a ruhában, akkor minden megváltozik. A vér nyírok, ami pangot, kijött a lábból. A belső szervek felfüggesztése megváltozik. Gondolj, hogy itt, vannak, itt is vannak szivacsok, itt is vannak szivacsok. Ezek a szivacsok a lent lenyomják, ezek össze vannak préselődve. Nem tud jól áramolni benne semmi. De hirtelen megfordítod magad, akkor pont ezek tudnak kitágulni, és itt meg fönt őket. Ezt érthető volt? És ez a fajta gravitációs erőm megváltozik, megmaszírozod belőle a szerveket, közben van egy vér, vérfürdő, bocsát hogy így mondom, mert a gravitáció azt is megindította, meg, meg, megnyílnak a hajszálerek, és akkor minden méreganya ki tud jönni a fordított testhelyzet lehetőséget át, arra, hogy a test kiszedje magából, ami nem kell oda. Mindez a gravitáció segíti, meg az áramlások. Jó? Tehát ezért pont ilyen problémákra is nagyon jó. Az aranyeret, amikor éppen van, akkor csak pihenj. Ezt is megint csak inkább megelőzi a fejnálás koronacsakrára nagyon jó, a gyertyálás csakrára. Van ez a viparita karani, mi ezt tanítjuk viparita én nagyon sok láttam már. Mert ha bebillen a merence, tónusban van a gát. Finoman behúzódik a has, szedcsontot emeled az állhoz létrejön akkor a torokzár spontán módon, a hasi zár spontán módon és a gát zár gyökérzár spontán módon, és akkor a mahában, ha kialakul, ez egy nagyon jó energetikai gyakorlat. Az energiát segíti áramolni. De egyébként az összes többi felnállás, gyertyállás is azon, hogy egy-egy csakrát aktivál, a susumnál, ide pingalanád energiát is segíti. Ezért van az, hogy nagyon feltöltő és energikus gyakorlatok ezek. És lehet így gyakorolni. Hát látod, a magas vérnyomás ellenjavallat, de akkor azt megbeszéltük, hogy igazából módjával lehet ezt csinálni, sőt, még meg is fog gyógyulni a kis uh, hallgatónk. Itt közben lejárt az időm, úgyhogy a testtípusok azok majd következő konferencián lesznek. <laughs> hogy az egyes ayurvedikus testtípusoknak milyen hangulatban lehet elszanázni, azt akkor legközelebb elmondom nektek. Vagy kapcsolódjatok még máshol is hozzám, és akkor meg tudjátok ezt uh, tenni. Még annyi, hogy esetleg van-e valakinek kérdése, most itt inkább a hatásokat emeltem ki, vagy inkább azokat magyaráztam, mert én úgy vagyok vele, hogy ha a hatásokat megérted, hogy miért jön létre, akkor már terápiásan is könnyebben fogod tudod alkalmazni. Mert hogy bemagolod, hogy most ez jó az emésztésre, oké, de miért jó? Ha megérted, miért jó is az a hatás, hogyan fejti ki a hatását, akkor meg fogod tudni ítélni, hogy az adott embernek az most ott jó lesz-e, vagy sem. Tehát mindig próbáljátok nem magolni az életeni hatásokat, mert akkor nem fogtok tudni gyógyítani vele, hanem megérteni minden mögöttes folyamatot, és akkor már tudod helyi körülményhez igazítva gyakorolni ezt. Tehát fontos akkor, hogy ne csak lexikális tudásotok legyen, hanem értsétek az összefüggéseket, és onnantól kezdve már nagyon ügyesek lesztek. És tudjátok magatok vagy a környezetetek javára használni az ászanákat, gyógyításra akár. Jó? Persze ugye elmondta az előző előadó, hogy nem gyógyítunk, hanem megelőzünk. <laughs> Úgyhogy próbáljátok egészségesen élni. Engem megtaláltok a főiskolán, Bakti Verenta, Hittorvány, a hittorványi főiskolán, bhf.hu. Az élettani hatásokat pedig meg tudjátok e, találni a Joga Tiszta Forrásból című könyvbe. Ezt most megint meg lehet rendelni majd a főiskolán online is, úgyhogy ott minden hatás le van írva, azért mert így átugrani a szövegem, el tudjátok olvasni ott is. Jó? Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok nektek!